Ismét lehet időközi önkormányzati választást tartani, rendeletet módosított a kormány. Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő testülete a feloszlásról már 2020. november 6-a és 2022. április 9-e között határozott, a döntés 2022. április 10-én hatályba lép. Mindezen túl a helyhatóságok 2022. április 10-től már kitűzhetnek időközi választást, illetve a ki nem tűzött és az elmaradt választás időpontját 15 napon belül meg kell határozni. Két nem és hét igennel. A testület ezennel feloszlatta magát. A járságban ez idő szerint két települést érint a rendelkezés. Jászárokszálláson a képviselőtestület 2020 őszén döntött a feloszlásról. Jászboldogházán pedig tavaly decemberben mondott le tisztségéről a község polgármestere. A választások pontos időpontjáról a helyi választási bizottságok döntenek a rendelet alapján.